Mária Gyüdi zarándoklat, ezek még tavaly készült felvételek a menetről. A Pécsi Egyházmegye idén 9. alkalommal rendezi meg ezt az eseményt vasárnap. Pécs és Mária Gyüdi között egy 25 kilométeres gyalogos zarándoklat keretében. A zarándoklat reggel fél 8-kor indul, ezért hát 7 órától várjuk a zarándokokat. 4-8-kor lesz egy közös ima, püspöki áldás, és azt követően indul a gyalogos zarándoklat Mária Gyüdi irányába. Kertvárosban a volt Femától indul a menet. Rendőri biztosítással megyünk, tehát egy nagyon biztonságos gyalogos zarándoklat tud ez lenni. 2 ponton lesz fél órás pihenő, Szalántán és a Tenkescsárdánál, és körülbelül 2 óra után érkezünk meg Mária Gyüdre. Kerékpáros zarándokokat is várnak, ők 8:30-kor indulnak el egy másik útvonalon. Mintegy 40 kilométert tekernek, mire megérkeznek Mária Gyüdre. A szervezők szerint legalább 2000 zarándok várható idén. Az elmúlt években is, hát reméljük idén is ez lesz, körülbelül 2500 gyalogos és biciklis zarándokhoz szokott lenni. Reméljük, hogy az idei időjárás is, meg az embereknek az eltökéltsége, lelki motivációja lehetővé teszi az, hogy megint nagyon sokan legyünk ezen az zarándoklaton. A Pécsi Egyházmegye minden oktatási intézménye képviselteti majd magát a zarándoklaton. Mária Gyüdön délután 3 órakor Udvardi György megyés püspök tart majd szabadtéri misét.